Farkas László 17 éve kezdett el gazdálkodni Zimányban. Bár agrármérnökként végzett, de hosszú ideig a bankszektorban dolgozott, az egyik pénzintézet fiók vezetőjeként. Majd orvosi utasításra váltott, és a stresszes ülőmunkát lecserélte az agráriumra. Hitel segítségével 200 hektár földet vásárolt, és visszatért eredeti szakmájához. Miket kezdtél el termeszteni akkor? Hát a hagyományos kukorica, búza, napraforgó növényeket termeltük. Azt gondolom, hogy elég jó termelési szinteket sikerült elérnünk. Ez a 200 hektár tulajdonképpen itt van Zimányba. Az általános aranykorona értéke az ilyen 20-21 aranykorona, tehát jó minőségű földek voltak. Én jártam már itt a te gazdaságodban, több mint 10 éve már annak, és akkor már mi a precíziós gazdálkodásról beszélgettünk, arról a gazdálkodási formáról, amiről akkor még nagyon-nagyon sokan nem is tudták, hogy létezik ilyen. Hogy találtad meg te annak idején ezt a rendszert? A földek, amiket meg sikerült vásárolni, azok dimbes-dombos környéken voltak, és eleve tudtam, hogy ezek heterogének, ezek a táblák. Valamilyen szakmai megoldást kerestem arra, hogy hogyan tudnám kockázatmentesebbé tenni a termelést. A gépek kiválasztása során 2003-ban találkoztam egy ikeres tanácskozáson ezzel a kulcsszóval, hogy precíziós gazdálkodás. Egy dologra vagyok büszke, hogy felismertem már akkor a benne rejlő lehetőséget. Farkas László az országban elsők között vágott bele a precíziós gazdálkodásba. Azért döntött emellett, mert a gépberuházásokhoz hitelre volt szüksége, és a termeléssel járó kockázatot akarta csökkenteni. A bankok ugyanis nem mindig nyitottak bizalommal a gazdálkodók felé. Én azt gondoltam az első pillanatban is, hogy ez a gazdálkodási forma, ez a költségfelhasználás optimalizálásáról szól. Tehát nem össze-vissza mindenféle ráfordítást csinálunk, hanem szakmailag megalapozott, a növény igényeinek megfelelő ráfordításokat eszköznünk. Úgy, hogy közben megpróbáljuk csökkenteni a termelésnek a kockázatát. Nekem a banki tevékenységem miatt tiszta volt, hogy a bank azt az ügyfelet fogadja el, aki kockázatmentesebb, mint a másik. És én szerettem volna kockázatmentesebbé válni, és ehhez alkalmaztam a precíziós gazdálkodást, és a jövedelemtermelő képesség az nálam másodlagos volt ebben az időben. De természetesen a jövedelemtermelése egy hagyományos gazdálkodáshoz képest sokkal jobb, mert arról szól a dolog, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető legoptimálisabban osztom el. Lacival beszélgettem már, és elmondta, hogy nem mindig voltak a mezőgazdasági vállalkozók kedveltjei a bankoknak. Most éppen hol tartunk ebben a dologban? Én azt gondolom, hogy a 2008-as pénzügyi világválság ébresztette rá a bankokat arra, hogy az élelmiszer előállítás, a mezőgazdasági termelés az válságokon átívelő folyamat. Mindig szükségünk lesz jó minőségű élelmiszerre, megfelelő mennyiségű élelmiszerre, és a mezőgazdasági vállalkozásokban komolyabb a bankok bizalma ma már, mint korábban volt. Igaz, hogy egy nehezen értelmezhető ágazat a többi iparákhoz képest, ugye kitett az időjárásnak, a biológiának, viszont nagyon stabil működése van. És a válságokat jól vészeli az ágazat, és azt gondolom, hogy a bankszektor ezt megértette. Mi a Takarékbanknál arra törekszünk, hogy ne egyik évben higgyünk a mezőgazdaságban, a másik évben meg nem, hanem egy folyamatos, tendenciózus megközelítést alkalmazunk az ügyben, hogy hiszünk a mezőgazdaságban hosszú ideig. Ma már 52 agrárcentrumban 200 kollégával szolgáljuk ki az agrárügyfeleket. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi kollégáink az agrárüzletekben csak és kimondottan agrárügyfelekkel foglalkoznak. Nem terheljük őket más tevékenységgel, ebben a tevékenységben képezzük őket, és azt szeretnénk, hogy Magyarország első számú agrárbankja legyünk. Hogyan értékelitek a precíziós gazdálkodást banki szemmel? Nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy a precíziós gazdálkodás mindaddig számunkra még akár egy úri-murinak is tekinthető, amíg ennek nincsenek pénzügyi eredményei. Tehát a pénzügyekben látható
jövedelem bővülés, vagy Laci által is elmondott kockázatcsökkentés. Hát kettő közül valamelyik, de jobb esetben mind a kettő megvan, akkor el tudjuk téríteni hiteldöntéseinket ez alapján egy pozitív irányba, és figyelembe vesszük, hogy valaki ezzel foglalkozik.